Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, én Ambrus Jobbágyi Zsófia vagyok, ez pedig a Magánterület. Ha azt mondom önöknek, hogy űrkutatás, biztosan mindenkinek valamilyen hatalmas amerikai űrközpont jut az eszébe. Pedig Magyarország is igen aktív a területen, olyannyira, hogy még miniszteri biztosunk is van. Ő Ferenc Orsolya, a mai napot vele töltöttük el. Beszélgettünk vele anyaságról, egyenjogúságról és a magyar politikai helyzetről. Mindenképp érdemes lesz velünk tartani. Ferenc Orsolya Budapesten született, végzettsége szerint villamosmérnök, űrkutató, jelenleg miniszteri biztos. Édesapja Ferenc Csaba Csíksomjón született, és maga is villamosmérnök, űrkutató, a Budapesti Műszaki Egyetem címzetes egyetemi tanára. Így nem véletlen, hogy lánya az ő pályáján helyezkedett el. Ferenc Orsolya egyetemi munkája és miniszteri biztosi megbízatása mellett a 8. kerület fideszes önkormányzati képviselője is. Azt mondja, mivel szorosan kötődik Józsefvároshoz, különösen szívén viseli az ottani ügyek alakulását. A világról és a közéletről határozott és markáns véleménye van, amelyet nem rejt véka alá. Éppen ezért közkedvelt szereplője a politikai véleményformáló műsoroknak. Emellett 4 gyermeket nevel, akik közül 2 jelenleg is az orvosi egyetemet végzik. Orsi napja korán indul, a Heti TV reggeli műsorában lesz Brauer Péter beszélgető partnere. A találkozót a stúdióban beszéljük meg, ahol már felkészülten várják. Az időnk annyira szűkös, hogy azonnal be is ülünk a stúdióba, ahol a kulisszák mögül figyelhetem az adást. Már csak pár pillanat és kezdődik a Heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brauer Péter. A Pirkadat mai vendége... Ferenc Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos, 8. kerületben helyhatósági képviselő, és tudják, egyszer már mondtam, hogy nem csak, hogy egy nő, ez az egyenjogúság, nem is értem, hogy még miért nem a parlamentbe ül, szép is, okos is, és ért is nagyon sok mindenhez, ezen kívül a családját is ellátja. Kezi Csokolom, jó reggelt kívánok, de már kora reggel zavarba vagyok most, hogy lesz ebből beszélgetés. Lesz ebből beszélgetés, mert problémák vannak az űrutazásokkal, és elmondja, hogy már hány jelentkező van. Meg tulajdonképpen beszélünk arról is, hogy ahhoz, hogy gyerek szülessen, kell egy férfi és egy nő, és ezzel nem foglaltam állást, mert a hálószobában mindenki azt csinál, amit akar, és az azonos neműek is fogadjanak körökbe, inkább, mint hogy állami gondozottak legyenek, de hát az örökkévaló így teremtett minket. Én meg már nagyon öreg vagyok, meg nem szeretném megérni azt, hogy a férfiaknak szülni kelljenek, de hát ez egy... Bár most már joga van hozzá minden férfinak az Európai Unió területén, hogy szülhet, ha akar. Orsit sokszor kérdezik a női egyenjogúságról és a gender témáról is. A beszélgetésük ezer részét viszont már nem mutatjuk meg. Adás után indulunk is tovább, ugyanis éppen az űrkutatással kapcsolatban tart Orsi sajtótájékoztatót, ahová mi is elkísérjük. Útközben pedig megbeszéljük, hogy bírja ezt a tempót. Minden nap más, de azért elég feszes tempóban kell rohangászni, ez már csak abból is fakad, hogy egész egyszerűen annyifele kell mennem fizikailag is, meg feladatban is, hogy azért azt eléggé meg kell szervezni. Tehát ugye a józsefvárosi feladatok is ott vannak, a külügyhöz kapcsolódó feladatok is, az egyetem, a gyerekekkel is van mindig valami, úgyhogy... Mennyi idősek a gyerekek egyébként? Ők már azért valamennyire hát, önjárók? Most már önjárók, persze. A legnagyobb lányom elmúlt 24 éves, ő 6. éves a Sotén, általános orvoskar. A következő az 3. éves a Sotén, ő is általános orvoskar, a másik lányom. A fiam az 17 éves, ő jövőre érettségizik, a legkisebb lányom pedig 14 múlt, úgyhogy azért nem mondom, hogy önállótlanok lennének, de azért egy anyának mindig van dolga a gyerekeivel. Hogyha az ember odafigyel arra, hogy a feladatokat ügyesen szervezze, és persze egyébként mindig nem lehet, tehát azért most itt lehetne olyanokat állítani, hogy hát ez semmiség, és mindig tökéletesen sikerülnek a napok, ez nem igaz. Nagyon sokszor küzdünk, mint a gyerekek is, én is azzal, hogy a napok jól legyenek szervezve, meg egyébként ez egy csapatmunka is, tehát azért itt mindig figyelni kell arra, hogy
hogy a feladatok egyenletesen vannak elosztva. Én azt gondolom, hogy egy gyerekben a felelősségtudatot folyamatosan kell elültetni, picike korától. Nyilván most lehetne ilyen bölcsességeket mondani, hogy mindig az életkorának megfelelő feladatokkal megbízni. Ez persze minden anya szeretné, hogy így legyen, sose sikerül, de ezért valljuk be, tehát azért Wonder Woman álcát vegyük le, de legalább törekedni kell rá. Tehát én azt gondolom, hogy egy gyereknél az nem valami szörnyű kérés, hogy mondjuk pakolja el a ruháit, vagy mosogasson el, vagy mikor mi, milyen feladat van, és ebbe beleszoknak. És főleg úgy, hogy a két nagyobb orvos lesz, ott kifejezetten fontos a felelősségtudat, azt gondolom. Tehát az nem munka, hanem hivatás. Orsinak nem csak a külseje, az általa elvállalt feladatok, nyilatkozatok és úgy általában minden, amihez köze van, szinte makulátlanul precíz. Gyakorló édesanyaként pedig jogosan merült fel bennem a kérdés. Vajon Orsi el tudja engedni, ha valami nem tökéletes? És mennyire vagy a családi életben, vagy a magánéletben pedás? Tehát mennyire tudod azt elengedni, hogyha valami nem úgy sikerül, nem úgy néz ki, nem tudod megcsinálni? El tudod ezeket engedni? Most van ugye a PC válasz, meg van a valóság, ugye? A valóságra vagyok. A PC válasz, hogy hát fantasztikusan sikerül minden, és a valóság ezzel szemben az, hogy az ember próbálja magából kihozni a legjobbat. Talán édesanyám fakadóan van bennem egyfajta perfekcionizmus, mert édesanyám, tehát hogy az erős nő képet én hol láttam az életemben, vagy honnan kaptam, az édesanyám, aki matematikus, fizikus, villamosmérnök, ezüstkoszorús műrepülőpilóta, vitorlás, hajóra volt jogosítványa, barlangászkodott, bejárta a világot, és mellette nevelt fel a minket, meg édesapámnak mindig is hajlíthatatlanul erős társa, oszlopa volt, támasza. Nagyon sokat kaptam ebből. Orsi édesanyja, ahogyan pár perce ő fogalmazott, igazi Wonder Woman. De vajon Orsi szerint milyen az ideális anyuka? Legyen ott, amikor a gyereknek szüksége van rá. Azt hiszem, a legfontosabb, hogy érzelmileg legyen megközelíthető, és a gyerek tudja, hogy az anyja szereti, és egy végtelen biztos hálóként és háttérként mindig ott van. És az életkortól független, tehát nem lehet kinőni az anya szerepből, mert gyerek sem növi ki a gyerekkorát akkor sem, ha felnő. Az édesanyánkra szükségünk van, amíg csak a Jóisten engedi, hogy együtt legyünk. Én azt gondolom, hogy nincsenek csodanők, Wonder Womanek, vagy minden nő Wonder Woman. Mert mindannyian küszködünk a magunk kétségeivel. Amikor az első gyerekünk megszületik, és a kezünkbe fogjuk, onnantól kezdve folyamatosan minden nőben ott van, hogy jaj, vajon elég jó anya vagyok-e, jól csinálom-e, nem hibázom-e el. Akkor utána visszatekintve, hogy az évek telnek, jönnek a vívódások, hogy ha akkor ezt máshogy csináltam volna, akkor most mi lenne, nem így van? Dehogy nem. Na. Hát így küzdünk, úgyhogy mindannyian ugyanazt a küzdelmet hajtjuk végre, legyünk tisztességes emberek, és akkor azt hiszem, hogy azért ezek a feladatok megugorhatók. Én az ismeretségi körömben sok édesanyánál tapasztalom azt, hogy elindul így-úgy amúgy a karrierje, mert ugye nem mindannyian ugyanabban az életkorban alapítunk családot. Fölnevel, vagy elkezdi a fölnevelését 1-2-3, adott esetben 4 gyereknek, és a karrier útjából kiesik mondjuk 6-7-8 év. És ezután, a 6-7-8 év után, ő bármilyen tehetségesen is indult neki, valószínűleg már neki nem lesz bátorsága ugyanarra a szakmai útra rálépni, mint ami nem indult. Miért? Nagyon jó szót mondtál, ez egy kulcs szó. Nincs bátorsága. Én is, visszagondolva a fiatal koromra, meg mostanában, főleg hát nekem is 4-ből 3 lány, meg sok fiatal lányjal, az egyetemista hallgatóimmal is, ha beszélgetek, jön ez a kérdés, hogy mit mondanék a fiatal lányoknak. És azt tudom mondani, hogy azt írnám be a 6 éves gyerekeknek, mindegyiknek, de főleg a kislányoknak a füzetébe az első oldalra, hogy igen, meg tudod csinálni. Mert a magyar nőknél azt gondolom, hogy van egyfajta önbizalomhiány. Most nyilván általánosítok, tehát van, akinél nincs, van, akinél túlteng az önbizalom. Én ezt elfogadom, nem az egyéni példák, de az átlagot nézve a nőkben kicsi az önbizalom.
mindig ott szoronganak, bennük van, hogy jaj, mi van, ha én erre képtelen vagyok, ha nem tudom megcsinálni. És sokszor csodálatos tehetségek toporognak egy helyben, mert pont amit te mondasz, hogy nincs bátorsága, ugye megszületnek a gyerekek, van egy kis testképzavar, hát elég vastag testképzavar után a nőkben, miért? Mert rányomja a társadalom az örök fiatal, az örök csoda nő képet a nőkre. Belépünk egy áruházba, és már a plakátokról az sugárzik felénk, hogy tessék, így kell kinézni, és ott áll egy édesanyja mondjuk császáros heggel a hasán, ami egy csodálatos emlék arról, hogy egy emberi életet adott a világnak, és szégyeli magát. Aztán elkezdődik ez, hogy ja Istenem, én már kiestem ebből éveken át, ugye, mert hát csak mondókákat mondtam otthon, nem is tartottam meetinget, ugye, most az, tehát nem tartottam értekezletet, jaj, mit fognak szólni. Úgyhogy a nőknek azt írnám be, a kislányoknak, hogy igen, meg tudod csinálni. A fiúknak is, de a fiúknak odaírnék még egy mondatot, hogy segítsd a kislányokat, hogy meg tudják csinálni. Mielőtt kezdetét veszi a sajtó reggeli, Orsival még felszaladunk az irodájába, ahol vár rá némi papírmunka. Itt a kezembe is kerül egy hiánypótló kiadvány arról, mi is Magyarország szerepe az űrtudományokban. A könyv elkészítését Orsi kezdeményezte, és az összeállításában is részt vett. Higgyék el, érdemes beszerezni. Oktatási segédanyag is, aha, mert QR-kódok vannak az egyes témáknál, uh-huh, itt alul, és itt folyamatosan frissülő digitális tartalmat, aha, találnak a gyerekek is, illetve a pedagógusok, hogyha akarják használni. Úgyhogy ezért a Külgazdaság és Külügyminisztériumnak a támogatásával elküldtük az ország összes középiskolájának, 1500 helyre, illetve a közkönyvtáraknak, uh-huh, és el fogjuk küldeni számos magyar iskolának a Kárpát-medencében ingyenesen, hogy be tudják kapcsolni a természettudományos képzésbe ezeket az anyagokat. Azt látjuk egyébként, ha valaki a hírekbe ezt követi, hogy egy új űrkorszakban vagyunk, vagy egy új űrversenyben, ami igazából nem új, sose ért véget, csak talán a közvélemény számára, uh-huh, most nyilvánvalóbb, hogy valami nagyon komoly dolog történik, uh-huh, körülöttünk a világban, a világ űrben, és Magyarországnak is dolga van itt, én azt gondolom, úgyhogy ezért is született meg Magyarország űrstratégiája. Uh-huh. Önálló stratégiát kapott, kormányzati stratégiát a terület. Hmm. Na jó, erről beszélgetünk majd, de most hagyunk téged. Igen, szerintem. Most megérkezett az anyag, amit láttam. A sajtótájékoztató után már is dobogunk tovább, Orsi ugyanis vendégként hivatalos a Karcefemen futó Civil Kör című műsorba. Arról, hogy ez miért különleges, később még szó lesz. Most azonban irány a stúdió, ahol negyed magával vitatják meg az éppen aktuális közéleti témákat. A Civil Kört hallják, a műsorvezető Bajri Csottó, és köszöntöm vendégeimet, Ferenc Orsolyát, Kötter Tamást és Németh Alajos Lojzit. Szervusztok! Ténylegesen racionális érv, amellett, hogy valaki erre a szedetvedett szivárvány ellenzékre szavazzon egy egyébként 12 éve prosperáló Fidesz kormány által vezetett országban, ez nincs. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy reális szám lehet, de meglátjuk. Az azért van érdekes, hogy a idézőjelben független objektív sajtó vezérhajója, Gyuri bácsi lapja 444 is lehozza, tehát akkor azért ez azért azt mutatja, hogy valami mégiscsak, valamit azért mégiscsak mértek. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Én köszönöm. Jól leosztottad őt. Nehéz volt utána már mondani. Miért fontos az, hogy egy ilyen műsor képernyőre vagy nyilvánosság elé kerüljön? Én azt gondolom, hogy a jobb oldalnak nagyon is van mondani valója a szellemi, értelmiségi vitákban. Ezek nagyon mély viták, amik most jelenleg egyébként a világ közvéleményét felszántják, vagy tektonikus mélységekig megosztják. Néha úgy tűnik, hogy csak egy-egy adózási kérdésről vitatkoznak társadalmak, néha úgy tűnik, hogy egy-egy mondjuk az óvodai oktatásnak a korlátairól vitatkoznak, de a valóság ennél sokkal jelentősebb vitákat mutat, és ezekben igenis van
a keresztény konzervatív oldalnak véleménye, és ezt a véleményt el kell mondani. Ha elkövettünk egy-két hibát, tehát nem egy-két, jó sok hibát követtünk el a rendszerváltáskor mi a jobb oldalon, vagy a hazaszerető nemzeti keresztény konzervatív oldalon, akkor az egyik az volt, hogy hagytuk kicsúszni a tematizálást a kezünkből, és egyfajta a kádárizmusban kialakult Stockholm-szindrómától vezérelve, szinte elnézést kértünk, hogyha volt véleményünk, és akkor is általában hagytuk, hogy a balliberális oldal, a posztkommunisták vagy kommunisták mondjuk ki tematizáljanak, mi csak mindig válaszolni próbáltunk. Ez a műsor egy jó példa arra, hogy nagyon sok olyan értelmiségi, jobboldali ember van Magyarországon. A legkülönfélébb területeken, ezek nagyon komoly szakemberek, az irodalom, a művészetek, a tudományok, a jogtudomány és egyéb területeken, akiknek van mondani valója, nem várja meg azt, hogy követő üzemmódban válaszolgathasson a baloldal által felvetett témákra, hanem el tudja és el is akarja mondani a saját véleményét a világról artikuláltan. Ennek egyik fóruma a civil kör. Az volt a Hír TV-n is, és most az a Karcz FM-en is. A civil körnek a tematikája az, hogy különböző civil foglalkozású emberek beszélnek aktuális közéleti témákról. Ugye itt hárman ültök bent, vagy hát ugye a műsorvezetővel együtt négyen, de három vendég van. Létezhet olyan, hogy köztetek vita alakul ki? Hát létezhet és létezik is, és van is egy jó pár ilyen, meg lehet nézni a korábbi civil köröknek az archívai anyagait is. Amikor van vita, ami kultúrált mederben zajlik, és arról szól, hogy adott esetben mennyire másképp is lehet látni ugyanazt a problémát, akár a jobb oldalon is. De hát ez a normális egy értelmiségi körben, hogy az emberek megbeszélik, és akár adott esetben meggyőzik egymást, és megváltoztatják a saját álláspontjukat is észérvek alapján. Összességében azt gondolom, hogy ez egy olyan műsor, amire nagyon komoly igény és fogadókészség van a keresztény konzervatív és a politikai iránt érdeklődő emberek között. Igyekszünk és igyekszik minden résztvevő egy-egy új perspektívát, egy-egy új nézőpontot is bevinni egy vitába vagy egy beszélgetésbe, de azért hozzá kell tennem, hogy ezek jobboldali emberek, akik itt beszélgetnek, tehát azért arra ne számítsunk, hogy ég és föld ütközik. Itt a keresztény-konzervatív narratíva nyilvánul meg, és nagyon helyes és üdvözlendő, hogy végre van egy ilyen hangos fóruma ezeknek a nézeteknek. Nagyon nagy baj, hogy évtizedek teltek el úgy az állítólagos rendszerváltás, vagy ugye rendszermódosulás, ugye meg 90-ben azért ez egy nagyon ellentmondásos történet, hogy mi is történt akkor abban, ebben az országban, óta, ebben a jó pár évtizedben, hogy ezt az jobb oldal nem találta meg ezt a hangot. Az, hogy a konzervatív emberek egymást között megbeszélik, adott esetben megvitatják az élet aktualitásait, talán nem új keletű dolog, nem utolsó sorban nem csak a polgári gondolkodású emberekre jellemző. A kérdés inkább az, meggyőzhető-e a konzervatív álláspontról egy olyan fiatal, felnőtt élete kezdetén álló ember, akinek egyelőre nincs határozott elképzelése a világról. Nekem az a tapasztalatom, hogy igen, nagyon is. Van sok, és sok olyan van egyébként a mostani fiatal vagy középkorú, még a, mondjuk a 30-as korosztályból is, akik nem feltétlenül hozták ezt a családjukból, mert esetleg a családjuk apolitikus volt, nem foglalkozott politikával, vagy adott esetben a rendszerváltás előtti időben mondjuk baloldali érzelmeket látott otthon, vagy tanult otthon, de mégis a mi gondolati világunkkal ért egyet, ugyanis én azt gondolom, hogy ma már nem a 20. századi klasszikus értelemben vett jobb és baloldal vitázik egymással a közéletben. Nagyon-nagyon sok olyan, egyébként magát baloldalinak tartó ember is a keresztény-konzervatív tábor részévé vált az elmúlt években, akik magukról sem gondolták volna ezt korábban, és ez azért van így, mert a viták, ahogy mondtam, sokkal mélyebben, szinte tényleg tektonikus mélységekig, a gyökerekig menően szabdalják szét a társadalmat, alapkérdésekre kell válaszolnunk. Egy példát mondok, hogy ha már ugye itt a viták, például az LMBTQ lobby őrületes nyomulása a világban, és az, hogy hogyan próbálja megszerezni a gyermekeinknek a lelkét már olyan korban, szexualizálva a gyerekeket, amikor ennek ott semmiféle helye nincs. Erre a kérdésre mindenki választ
kell, hogy adjon, akkor is, hogyha egyébként nem nagyon akar politizálni, hiszen azért ezek a kérdések olyan erővel nyomulnak sok esetben a médián keresztül be a mindennapi életünkbe, nem tudnak egy sorozatot megnézni úgy az emberek, hogy mondjuk ne szembesülnének ilyen karakterekkel ezekben a filmekben, hogy ezekre választ kell adni, és nagyon nagy része a társadalomnak velünk ért egyet. Például az LMBTQ kérdésben közel 70-80%-a az embereknek azt gondolja, hogy az óvodásokat nem kell szexualizálni, és semmiféle szexuális viselkedést nem kell propagálni az óvodákban. No, pláne nem arra biztatni őket, hogy olyan dolgokban higgyenek, ami nincs. Nem lehet nemet váltani, hanem egy velünk született biológiai törvény. Hogyha valaki konzervatív világlátású vagy liberális világlátású, és ezeket az elveket vallja, vagy ezek mentén él, lehet úgy komplex az ő világképe, hogy nem is ismeri a másik oldalt? Nem, ezek vízhangkamrák. És sajnos egyébként pont a közösségi platformok, meg a médiának a működése elősegíti az ilyen vízhangkamráknak, a véleménybuborékoknak a kialakulását, nekünk ebből ki kell törni. Tehát nem szabad abba a hibába sem esnünk, hogy úgymond csak a saját véleményünket halljuk visszhangozni mindig, és azt hisszük, hogy ez az egyetlen uralkodó vélemény. Állandó, én ebben hiszek, állandó, konstruktív, építő és pozitív irányú párbeszédet kell folytatni azokkal, akikkel lehet. De sajnos ma annyira szélsőségessé kezdenek válni ezek a párbeszédek, vagy ma már inkább hát nehéz vitának is nevezni, gondoljunk csak egy parlamenti ülésre, hogy ott mit művel a magát, ugye az ellenzék, a magát baloldalinak nevező ellenzék, hát az minősíthetetlen. Tehát ezekkel viszont nehéz vitatkozni. Tehát az értelmiségi vita megköveteli, hogy értelmiségi attitűddel beszélgessünk, és még ha nem is értünk egyet, és az esetben a vita végén se fogunk egyetérteni, sőt esetleg távolodik egymástól az értékre, a véleményünk, az értékelésünk, akkor is beszélgetni tudni kell. Ami egy aggasztó jelenség, és sajnos ezt látjuk a Black Lives Matter-nél, vagy ezt látjuk az LMBTQ nyomulásnál Nyugat-Európában is, és sok helyén a világnak, annyira eldurvult és szélsőségessé vált ez a társadalmi vita, hogy ez most már sok esetben ellehetetleníti a párbeszédet, de a vízhangkamrák kialakulását akkor is szerencsés megelőzni. Én azt gondolom, hogy a Földet nem, tehát nincs Planet B, nincs B planéta, nincs B bolygó, nekünk, és ezt nem is jó üzenet ilyet mondani, mert azt sugalljuk az emberiség felé, hogy hát oké, dobd el, ugye dobd el kultúrában élünk, hát ha elhasználtad a Földet, dobd el, majd csinálunk valahol egy másikat. Hát ez nem így mi néz ki, a bioszféra az a Földre van méretezve, az ember aztán meg no pláne. A rádió felvétele után Orsival közösen úgy döntünk, itt az ideje egy kicsit felfrissülni, úgyhogy közös napunkat egy finom estebéddel zárjuk. Útközben pedig szóba kerül az a téma, ami ma igen sok embert érint és foglalkoztat. Mit jelent a nemek és a család fogalma? Egyáltalán megkérdőjelezhetőek-e ilyen egyértelműen kőbevésett alapvetések? Orsinak erről igen markáns véleménye van. Nem a női vagy a férfi szerepek vannak most válságban, hanem a társadalom van válságban. Tehát a nők szerepzavarai és a férfiak szerepzavarai feltételezik egymás létezését. Tehát azért vannak zavarban sokszor a férfiak, mert a nők zavarban vannak és fordítva. Tehát egész egyszerűen a társadalomban az emberek kezdik nem tudni, hogy mi a helyes viselkedés. És ebben egyébként ez a balliberális médiahenger és LMBTQ őrület és progresszív őrület, ami a világot eluralta, mindent meg is tesz, hogy ezeket a kríziseket elmélyítse. Hasonlóképp a szülői nevelési képességekbe vetett önbizalom is elillanóban van, mert ugyancsak ez a végtelenül szélső liberális gondolattömeg, amelyik sokszor már azt tételezi fel, hogy bármiféle korlátot állítani egy gyermek elé az egyfajta módon ugye megmérgezi a szülő-gyerek viszonyt, ez ellehetetlenít, hogy az emberek nevelni merjék a gyereküket sok esetben. Te például űrkutató vagy, abszolút nagyon komoly tudományos munkát végzel, miniszteri biztos is vagy, mert a politika vonalán is mozogsz. Mennyire érzed magad nőként ebben a világban komfortosan?
Hát vannak feladatok, amikben nem kell, vagy nem is lehet elkülöníteni. Egyébként pont az űrkutatás egy ilyen tett, például NASA-nál is, vagy bármelyik űrügynökségnél, vagy kis kutatóközpontban rengeteg nagyon tehetséges nő dolgozik. Egyébként mérnök munkakörben is. És ez azért fontos egyébként, mert az űrállomáson is azt vették észre, hogy a leghatékonyabb akkor a legénység, vagy a személyzet, hogyha koedukált, úgymond, mert a problémák megközelítése és a megoldási módok különböznek egy férfi és egy nő esetében. Tehát pont amiatt, hogy van igenis férfi és női személyiségjegye a munkában, a munkavégzésben is az embereknek, ez segít akkor, hogyha komplex feladatokat kell megoldani tartós stressz környezetben. De igen, én azt gondolom, hogy vannak férfi és vannak női szerepek, és nem cserélhetők fel minden esetben. Az egyik leglátványosabb, amiért ugye most már az Európai Unióban lassan már tiltakozni fognak, hogy a szülőszobák azok a nők terepe. Most ezzel tudom, hogy valami olyan szörnyűséget mondtam, amiért mondjuk J.K. Rowlingot már esetleg hasonló megjegyzések üldözik és meghurcolják, de egész egyszerűen a nők nem helyettesíthetők a szülőszobán, azért, mert az ember egy ivarosan szaporodó főemlős, és hím és nőstény egyedekből áll, és a nőstények szülik az utódokat. Ez ilyen egyszerű, ezt jó napot kívántam, biológiának hívják. Akkor is, hogyha a liberálisok most ettől sikítoralmot kapnak. A családalapítás után, illetve a gyerekek egy bizonyos korig nevelése után a nők bátortalanok, hogy visszatérjenek a karrierútjukat építeni. Arról beszélt, hogy ebbe be kell avatkozni, segítséget kell adni. Hogyan tud ebben mondjuk az állam, vagy a mindenkori kormány jól beavatkozni, tehát hatékonyan segíteni, mert azt ugye mondtad, hogy nincs önbizalom, tehát az önbizalmat kell növelni, amivel én maximálisan egyet értek, viszont de mi erre van akkor, ha valóság meg... Igen, tehát hogy erre mondjuk egy kormánynak az intézkedések szintjén nincs túl nagy ráhatása. Igen. Ott van, hogy a nevelési programokban, a kommunikációban, az óvodától kezdve, az iskolától kezdve erről a témáról jó értelemben egészségesen példát mutatva beszélünk a gyerekekkel. De ez valóban nem fog, ettől még nem fognak a dolgok megváltozni. De megváltoznak az adózási szabályokkal, megváltoznak a munkaerő védelemmel, tehát a különböző munkahelyvédelmi programokkal, és ezekre igazából nem kell feltalálnunk a meleg vizet. Az elmúlt 10 évben nagyon sok ilyet sikerült bevezetni. Az a fajta baloldali, ki lehet mondani, hogy elmebeteg progresszió, ami kezdi eluralni a világot, az dekonstruál. Azért, mert abban hisz, hogy ez a fennálló társadalom, a fennálló rend, ez rossz, és forradalmi hevülete van, mint mindig egyébként a jakobinusok óta, és az a célja, hogy lebontsa és szétszedje elemeire ezt a társadalmat, aminek következtében majd ő az általa elképzelt hagymázas ideák és ideológiák mentén épít egy újat, egy sokkal jobbat és szebbet, az kis elit élcsapatával az élet. Ha valakinek esetleg úgy a fülében visszacsengenének Marx tanai és a bolsevizmus, akkor nem tévedett nagyot. Megint ezt látjuk, a marxista bolsevikok őrülete kezdi eluralni a nyugatot, ahova hajdan tartozni vágytunk, most pedig ténylegesen tartozunk. De hát meglehetősen érdekes érzés ez egy olyan társadalomnak, amelyik épp hogy túlélte a marxista bolsevikok őrjöngését. Ahogy megérkezünk az étterembe, a beszélgetésünk hamar az űrkutatásra terelődik. Számomra ez a terület teljesen idegen és megfoghatatlan, ezért megkérem Orsit, helyezze egy kicsit kontextusba, hogyan került a pálya közelébe. Édesanyám is és édesapám is villamosmérnökök, Simonyi munkatársai voltak, és apám volt az, aki az első dedikáltan űrkutatásra foglalkozó csoportot létrehozta a Műegyetemen, még 1961-ben. Úgyhogy valóban én ebbe bele nőttem, bele születtem, de hát édesanyám azon túl, hogy villamosmérnök és a Műegyetemen tanított évtizedeken át, azon túl menően például Arthur C. Clarke-nak a Profiles of the Future, a jövő körvonalai könyvét fordította, úgyhogy ebből nehéz is lett volna kimaradni. Amikor pályát kellett választanom, bár a humán irány is érdekelt, de akkor azért nagyon, nagyon megszerettem a matekot és a fizikát gimnáziumban. Akkor szerettem bele igazán, amikor Gerőcs László és Honyek Gyula tanár ura keze alatt az ember úgy
rájött arra, hogy mennyire szép a természettudomány, meg a matek. Uh-huh. És akkor eldöntöttem, hogy akkor ez az irány, ha meg már a villanykar, akkor meg már adta magát, hogy akkor viszont azt, amiben egész életemben bele voltam keveredve, az otthoni eseményeket figyelve, beszélgetéseket hallgatva, akkor abba is úgy bele láttam jobban már. Sokszor megkaptam a sajtótól ezt a kérdést, hogy mi az, hogy magyar űrkutatás. Csináltuk meg ezt a Magyarország és a világ űrkönyvet, ami most már a kereskedelmi forgalomban is kapható, amelyik több száz oldalon nagyon érthetően színes képekkel és digitális tartalommal, QR kódokkal letölthető digitális tartalommal hivatott bemutatni kifejezetten a magyar űrtevékenységet, nem csak a múltját, hanem a jelenét is, meg a terveket is. És egyébként 75 év, amire visszatekinthetünk, az 1946-os Baj Zoltán féle holdradar kísérlet, de annyi mindent köszönhetünk mi is az űrkutatásnak, a magyar tudomány, illetve a nemzetközi űrtevékenység a magyar tudósoknak, hogy erre a területre méltán lehetünk büszkék. Ha valaki forgatja a fejében és az űrkutatás felé kacsingat, netán vonza az asztronauták világa, most nagyon figyeljen. A kérdésem az volt, van-e ilyesmire itthon lehetőség? Milyen lehetőség? Pilóta sok helyen lehet, de ha űrhajós akar lenni, akkor soha jobbkor, mert most van az a toborzási időszak, 2022. január 31-ig, ami az új magyar kutató űrhajóst keresi, és ez a hunor.gov.hu honlapon érhető el ez a felület, ott lehet a részleteket megismerni, és 40 éves korig, 40 éves kor alattiaknak a jelentkezését várjuk, fiúkat, lányokat, és nem kell kizárólag természettudományos végzettségűnek lenni, de a természettudományokban való jártasság azért mindenképp előny, hiszen ott tudományos kísérleteket kell majd folytatni 2024-ben a nemzetközi űrállomáson. A mindennapi életünket hogyan szövi át ez az egész tudomány? Mert azért itt nem csak arra korlátozódik, hogy az űrben mi történik, hanem ez a hétköznapjainkra is elég komoly hatással van. Hát nagyon keményen. Ez a spin-off hatás, amikor technológiák sora kerül át, amit az űrtevékenységben fejlesztenek ki, és kerül át a mindennapi életbe, a legkülönfélebb, akár hétköznapi, minden háztartásban megtalálható dolgoktól, a tépőzártól, vagy a napelemtől kezdve, ami vagy részben, vagy egészben kötődnek az űrkutatáshoz, mert ha adott esetben nem is ott fejlesztették ki, de mindenképpen fejlesztették tovább ezek a technológiák, már ez is. De ha belegondolunk abba, hogy mennyi olyan globális szolgáltatás van a navigációtól a kommunikációig, ami kifejezetten fontos a mindennapjaink számára, akár ebben a világjárványban, a távoktatásban és így tovább, akkor már látjuk azt, hogy igazából ma már megkerülhetetlen. Tehát ma már az egész emberi civilizáció használja a világűrt, úgyhogy nem is tudnánk kikerülni, ha akarnánk sem. Te vágytál arra egyébként valaha, hogy űrpilóta legyél? Vagy hogy ilyen irányba elmenjél? Vagy sose vonzott inkább a tudományos része? Én nem hiszem, hogy én a jelenlegi technológiai fejlettségű űrrepülési technikáknál, hogy én erre alkalmas lennék. Ez egy nagyon-nagyon kemény fizikai állóképességet is igényel, és azt gondolom, hogy én nekem az életcélom az, hogy egy honfitársunkat hozzásegítsem, hogy űrhajós lehessen többek között, és hogy ez az egész szektor ebből profitáljon. De én magam nem gondolkodnék ebben, de hát ráadásul az életkor miatt ez már eleve szóba se jön. Az űrkutatás, ahogy hallhatták, átszövi akár a legbanálisabb hétköznapi tevékenységeinket is. Így korán sem elhanyagolható kérdés, hogy vajon világszinten hol tartanak a területtel kapcsolatos kutatások. Hát két szálon nagyon élénk fejlődés zajlik. Az egyik az a hold irányába történő emberi tevékenység kibővülés, ez a ciszlunáris térnek a használata, bekapcsolása a világgazdasági vérkeringésbe. Úgy is szokták emlegetni, hogy a hold a következő kontinens az emberiségnek, és egy újfajta gyarmatosítás zajlik, ahogy kilépünk a naprendszerbe. És az űr erőforrás kutatás, vagy slendriánabul az űrbányászat. Ez is egy nagyon nyitott kérdés, mert véges erőforrásokkal rendelkezünk a földfelszínen, viszont a technológiáink egy része megköveteli, hogy még több és még több erőforrással rendelkezzünk. Gondoljunk csak az elektromos autózás vagy az elektromos hajtásnak
a feltételeire ezeket az akkumulátorokat, és így a végtelenségig nem lehet a földi készletekből majd előállítani. Tehát sokrétű ez. A másik az egy kevésbé vidám dolog, ugye mindig itt a polgári alkalmazásokról beszélünk, de ez egy kettős felhasználású terület. Mindig is az volt az első perctől. Gondoljunk bele, hogy már a holdradar is, ugye a radart eleve a II. Világháborúban katonai célokra fejlesztették ki. A Sputniknál is volt egy finom jelzés az amerikaiak felé, az oroszok részéről, hogy hello fiúk, mi fel tudunk menni a Kármán-vonal fölé, ha akarunk. És ez nem csak békés célokat szolgálhat. És sajnos azt látjuk, hogy a földfelszíni kielesedő konfliktusok ugye mondogatják, hogy egy újfajta hidegháború hajnalán vagyunk. Ezek kezdenek kitolódni a világűrbe is. És ez a másik irány, ahol igenis figyelnie kell egy szuverenitását féltő országnak arra, hogy mi történik, ez a biztonságpolitika. Nem véletlen, hogy a külgazdaság és külügyminisztériumban a biztonságpolitikai államtitkársághoz tartozik a terület. Én azt gondolom, hogy a Földet nem, tehát nincs Planet B, nincs B planéta, nincs B bolygó nekünk, és ezt nem is jó üzenet ilyet mondani, mert azt sugalljuk az emberiség felé, hogy hát oké, dobd el, ugye dobd el kultúrában élünk, hát ha elhasználtad a Földet, dobd el, majd csinálunk valahol egy másikat. Hát ez nem így mi néz ki. A bioszféra az a Földre van méretezve, az ember aztán meg noplánet. Úgyhogy ezt innen így, hogy el kell hagyni, ez egy nagyon-nagyon sötét, és igazából szerintem az emberiség számára megoldást nem nyújtó ábrán. De az egy reális és jó forgatókönyv, ha nem el kell hagynunk, de ha akarjuk, elhagyhatjuk a Földet. Ehhez két dolog kell, a Földet meg kell mentenünk, tehát terraformálnunk kell a Földet, a saját tevékenységünk okozta krízisből, vagy globális krízisből ki kell tudni jönni. Ehhez is kell az űrtechnológia. És másrészt pedig, ha akarjuk és elhagyjuk, akkor az legyen egy kísérleti lehetőség, egy tesztpálya, egy opció, de ne kényszer. Jelenleg nem gondolom, hogy bármelyik égitestet a naprendszerben tudnánk terraformálni, nem állunk ezen a technológiai színvonalon. Természetesen mindig lehet olyan változás, gondoljuk csak arra, hogyha sikerül mondjuk a fúziós reaktorokat stabilizálni, és relatíve kisméretben a fúziós energiát elérni a földfelszínen, azzal az emberiségnek egy csapásra szinte végtelen mennyiségű energia áll majd a rendelkezésre, kinyitja a perspektívát. De itt még nem tartunk. Az utopisztikus űrséta után könnyedebb vizekre evezünk. Néhány nap van hátra karácsonyig, ezt a körülöttünk zajló nyüzsgés is csalhatatlanul jelzi. Arra pedig feltétlenül kíváncsi voltam, vajon Orsiéknál hogyan zajlik az ünnep, milyen családi hagyományokat visz tovább a gyermekeinek. Nekünk a karácsony az a, hát nyilván a katolikusok vagyunk, tehát a legnagyobb ünnep, ez egyházilag az a húsvét természetesen, de ha családilag nézzük, akkor az torony magasan a karácsony, és nekem már a szüleim is egy olyan mesevilágot adtak minden karácsonykor, egy olyan csodát, ami leírhatatlanul sokat tett hozzá az én gyermekkoromhoz, és én nagyon igyekeztem és igyekszem a gyerekeimnek is azt a fajta meleg, boldog, csodálatos karácsonyi hangulatot megadni, ami én azt gondolom, hogy fontos a gyerekeknek. Úgyhogy hát nálunk az angyalok hozzák a karácsonyfát minden évben, és mivel nagyon jók a gyerekek, ezért csodálatos karácsonyfákat szoktak hozni az angyalok. Nagyon-nagyon sokat főzök, sütök, islert, linzert, zserbót, hát amire képes vagyok. Hát ezek ilyen lóhalában az utolsó napok, tehát van az isler linzer nap, az úgy néz ki, mert ugye hát nagy a család, 4 adagot kérnek mindenből, ami hát azt jelenti, hogy 120 isler és 120 linzer lesz a nap végére. És hát az úgy néz ki, hogy akkor reggeltől most sütünk. Akkor másnap van a zserbó, és akkor van a töltött káposzta, a halászlé, a pulyka. Hát gyakorlatilag a hagyományos ételek. Halászlét is frankó lepasszírozott. Hát persze, hát az a halászlé. Úgyhogy, de aztán ez mondjuk annyiból jó, hogy akkor tényleg kitart az egész ünnepkörben ez a sokféle étel, ami mind azt mutatja a gyerekeknek, hogy itthon vagyunk, és együtt vagyunk, együtt sütünk, együtt csinálunk mindent. Ha nem sikerül olyan jól, azt is együtt csináltuk, úgyhogy megosztott felelősség. De ez annyira komoly kohézió, amit az ember egy életen át visz magával. Az én édesanyám is mindent, hát én az édesanyámtól tanultam főzni és sütni, és az az emlékem van, hogy annál melegebb emberi érzés nincs is talán, mint amikor egy kisgyerek az édesanyja kötőnye körül sűrök forog, és
és igyekszik, és hát lehet, hogy nem minden olyan tökéletes, de az egész kis szíve benne van. Most már előreléptünk az alkotás terén is, tehát azért volt egy időszak, amikor főleg a csokoládékrémnek a fazékból történő kitakarításában volt a legnagyobb hozzájárulásuk, de nem, most már nagyon komolyan, nagyon sokat segítenek, és szeretnek is főzni. Úgyhogy ennek örülök. Ezek nem állítanám, hogy én valami gasztroangyal vagyok, nekem azért nincsenek olyan nagy, tehát nem merek nagyon bonyolult ételkölteményekbe kezdeni. A töltött káposzta az töltött káposzta. Abba sok erdélyi recept alapján sok csombort teszünk, ugye édesapám Csíksomjon született, tehát az a vonal, a halászlé az legyen halászlé, a hurka és a kolbász az szintén egy egyszerű étel, de ezeket a gyerekek szeretik. Úgyhogy hát így igyekszünk. Az elmúlt időszak, a most már 2 éve tartó járványhelyzet sajnos az ünnepeinkre is rányomta a bélyegét. Az új helyzethez nehéz alkalmazkodni, ám a magyar emberek mindig is a leleményességükről voltak híresek. Változtatott egyébként bármit ez az elmúlt 2 ilyen járvánnyal terhelt év ezen az egész ünnepen nálatok, vagy pedig azért meg tudtátok őrizni a... Ugye nyilván azért az nyomot hagy, hogy be vagyunk zárva, nyomot hagy, hogy... Ugye nekünk szerencsénk van, mi egy több generációs családmodellben élünk, tehát nekem a szüleim nem messze laknak tőlünk, tehát azért ezt a fajta nagyon nagy elzártságot nekünk nem kellett megélni, hogy mondjuk az ember a saját szüleivel ne találkozhatna. De azért a rokonok látogatása elmaradt, és azért ez rossz volt, igen. Tehát ezek az év végén, ha van olyan, akivel egy évben, ha egyszer találkozunk, akkor az akkor van karácsony körül, ezek elmaradtak. Másfelől viszont a család meg összezárt, és olyan kedves, jó hangulatú ünnep volt így is, hogy ezért hálát adok a jó Istennek, de azért én azt gondolom, hogy csak jobb lenne, hogyha nem lennének ilyen korlátozások, és nem kényszerülne bele ebbe az ember, mert ez hozzátartozik, a jövésmenés, a rokonok, a barátok, ez hozzá kell, hogy tartozzon a mindennapokhoz az ünnepekben. Számodra mit jelent ez az ünnep személy szerint neked? Hát nekem egy kicsit számvetés minden évben, azért az főleg az év végéhez közeledve, ugye az utolsó nap a Te Deum. A karácsony pedig azt a fajta bizonyosságot, hogy a gondviselő Jóisten gyerekei vagyunk mi is, és mindig ad egy csodát. Tehát a csodák mindig ott vannak körülöttünk. Lehet, hogy fáradtak vagyunk, vagy gyötröttek vagyunk, vagy fáradt szomorúsággal nem vesszük észre, de a csodák ott vannak. És ennek az egyik pillanata mindig a karácsony nekem, amikor a csoda valahogy, valamilyen úton, módon a csoda megszületik. Az évzárás pedig, és az új év kezdete pedig az a kötelező önmagunkba nézés, ami azt gondolom, hogy az embert emberré teszi, hogy egy kicsit számot vessen mindazzal, ami ő, meg amit tett esetleg a világért. A közös napunk Orsival már a véget ért. Én bízom benne, hogy önök is elegendő szellemi muníciót kaptak estére. Ez volt már a Magánterület, hogyha tetszett önöknek az adásunk, akkor nézzék vissza a Hír TV felületein, és kövessenek a közösségi oldalainkon. Viszontlátásra!